Szakmunkás vizsga Karcagon, újraindult az élet az Arany János iskolában, tájékoztatás a Karcagi Járásbíróság épületével kapcsolatban, szálláshelyek újranyitása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. június 10-én 18 óra 5 perckor. A Karcagi Szakképzési Centrum Varró István Szakgimnázium szakközépiskola és kollégiumában átvehették szakmunkás bizonyítványukat a 3/11. A osztály gépi forgácsoló tanulói. Fodor Csaba osztályfőnök itt adta át a diákoknak a ballagási tarisznyát és az osztálytablót. Majd Szabó István igazgató, valamint Győri József és Sánta László a vizsgabizottság tagjai kívántak sok sikert a munkához a diákoknak, akik közül többen maradnak ősztől másik szakképzésre. Például CNC gépkezelő. A gyakorlati vizsga sikerei után az elméleti vizsga, ami írásbeli kérdésekből állt, feladatai közül ugye elég nehezek is voltak, többen is mondták a gyerekek, akik versenyen voltak az a tanév során, hogy szinte olyan feladatokkal találkoztak a versenyen is, a szakmai versenyen, úgyhogy ebből kellett tudásukról számot adni, és valóban volt, akinek nem sikerült. Van olyan tovább képzési lehetőségük, hogy a szakmára épülően jöhetnek vissza. Így a gépi forgácsoló konkrétan a CNC szakmára, de jöhetnek az érettségi adó nappali képzésre is. Viszont októberben, ha sikeres lesz a pótírásbeli, akkor maradhatnak ezeken a tagozatokon. Hát jelenleg ugye ez a képzés, ez, ami az iskolánkban eddig is lehetőség volt megszerezni szakmákat a ideérkezőknek, az továbbra is megmarad. Tehát nem csak a fémipari, hanem a szakács, az eladó, akkor az egészségügyi képzésben is ugye most már iskolánk ad lehetőséget a ápolói képzésre, tehát ezek megmaradnak, és van lehetőség tovább tanulni. A másik osztály fele a központi fűtés és a gázhálózat rendszerszerelők már az elmúlt héten megkapták a szakmunkás bizonyítványukat, és ott is van, aki szeptembertől a második szakmáját is a Varróban kezdi tanulni. Volt még ugye a gázhálózat rendszerszerelő szakmában 4 tanulónk, ők sikerrel vették az akadályt, viszont lesznek közülük is, akik visszajönnek ide tovább tanulni, vagyis maradnak az iskolában. Mivel keresett a szakmájuk, és igen, jól is lehet vele keresni szó szerint, mindenképpen megfontolás alá javasoltam, hogy mehetnek dolgozni, és esti képzésre is jöhetnek ezáltal vissza az iskolában. Mindenképpen azt javasoltam nekik, hogy képezzék tovább magukat, hiszen ez csak egy alapszakma számukra, és minél több tudást szereznek, annál képzettebbek és jobban keresők lesznek. Az osztályból 4 diáknak nem sikerült a szakmunkás vizsga írásbeli része. Ők ezt októberben megismételhetik. Szentesini Nánási Tündével, a Karcagi Arany János Általános Iskola igazgatójával arról beszélgettünk, hogyan indult újra az élet az intézményben, miután Magyarország kormánya június 2-től lehetővé tette azt, hogy az oktatási intézmények kapui bizonyos foglalkozásokra megnyithassanak. Mint megtudtuk, a kormányrendelet értelmében június 2-től felzárkóztató foglalkozások kerülnek megtartásra az intézmény tanulói részére. Olyan diákok lesznek jelen ezeken az alkalmakon, akik az év végéig jegyük tekintetében javításra szorulnak.
Erre június 15-ig van lehetőség. 220 per 2020-as május 22-i kormányrendelet után változik most megint egy kicsit az intézmények élete. Június 2-ától felzárkóztató foglalkozásokat fogunk szervezni. Jelen pillanatban a felmérés zajlik, felajánljuk a lehetőséget azoknak a gyerekeknek, akik az elmúlt időszakban úgy látjuk, hogy segítségre szorulnak, vagy éppen a évvégi bizonyítványok jobbítása érdekében, javítása érdekében szükség van rá. Amennyiben van rá kereslet, illetve hát van rá igény, természetesen jövő hét 2-től délelőtt kis csoportos formában 1-2-3 gyermek részére egy menetrend szerint felzárkóztató foglalkozásokat fogunk tartani. Ez az egyik része. Ez június 15-ig a szorgalmi időszak végéig fog történni. Június 16-tól 26-ig pedig tanulói felügyelet fog az intézmény biztosítani. Június 16-tól június 26-ig pedig tanulói felügyeletet fog az intézmény biztosítani. Erre kettő kisebb létszámú csoport 10-10 fővel kerül majd beindításra. 16-ától 2-től pedig tanulói felügyeletet biztosítunk. Jelen pillanatban már az első mérések, felmérések, hogy van-e rá igény, megtörténtek. Úgy látjuk, hogy két csoportot fogunk indítani egyenlőre. Természetesen közben is várjuk az érdeklődő szülők jelentkezését. Két kisebb létszámú csoport fog 10-10 fővel 16-ától az iskolánk falai között tartózkodni. Ez június 26-áig fog így történni, és június 29-től pedig már most igény mutatkozik arra, hogy tábort szervezünk a gyerekeknek. Két tábort tervezünk abban az időszakban, június vége, július elején. Augusztus végén, 35. héten is tervezünk már tanulói felügyeletet, ugye ez a korábbi, a múlt évtől eltérően, meg a korábbiaktól eltérően a speciális helyzet miatt szükséges, hogy újra felmérjük, hogy kik azok a gyerekek, akik szeretnének az iskolában tartózkodni. Előzetesen már arra is van egy körülbelüli 20 fős igény. Mint megtudtuk, az intézményben a ballagás szervezése egyeztetés alatt áll. A ballagók maximum két fő vendéget hozhatnak magukkal. Az esemény az udvaron kerül majd megtartásra. A ballagás jelen pillanatban egyeztetés alatt áll. Nem zárkózunk el attól, hogy a gyerekek, a nyolcadikos ballagó gyerekek itt személyesen búcsúzhassanak el iskolánk falaitól és a pedagógus kollégáktól, de a jelenlegi helyzetben maximálisan be fogjuk tartani a biztonsági előírásokat, ami azt fogja jelenteni, hogy egy kisfős nyolcadik osztályunk van, maximum két ember jöhet el személyesen a ballagásra, és őket, vagy az egész ünnepséget természetesen az udvaron várjuk. Rossz idő esetén el tudunk úgy helyezkedni az aulában és a folyosókon, hogy ott is meg tudjuk tartani a ballagást. Hangsúlyozom, csak akkor, ha a szülők ezt egyöntetűen kérik. Ha ez nem valósul meg, akkor már az elmúlt hetekben előkészületben volt egy most szokásos online ballagási forma. Lehetséges, hogy ezzel párhuzamosan ezt is meg fogjuk tenni. Tulajdonképpen lehet, hogy egy örök emlék lesz a gyerekeknek. Ez a különleges helyzet is, meg ez a különleges videó is, amivel készülünk. Az évzáró megtartása maximálisan a biztonsági szabályok betartása mellett zajlik majd. Hát az évzáró sem hagyományos módon fog megszerveződni. Ez tulajdonképpen most igazodunk a veszélyhelyzethez és a biztonsági előírásokat maximálisan figyelembe véve és tartva kívánjuk a bizonyítványokat átadni a gyerekeknek. Hamarosan kiértesítjük a szülőket és gyerekeket, hogy milyen időpontban jöhetnek június utolsó heteiben a bizonyítványokért. Ez azt jelenti, hogy csúsztatva az osztályokat, hogy egymással ne találkozzanak, szülők és gyerekek, szeretnénk az osztályfőnök által átadni a bizonyítványokat, okleveleket, esetleg jutalomkönyveket. A napokban megjelent a magyar közlönyben az a kormányhatározat, mely szerint a magyar állam megvásárolja a karcagi járásbíróság épületét. Ezzel a kormányhatározattal kapcsolatban kértünk tájékoztatást polgármester úrtól.
A karcagi járásbíróság épületével kapcsolatban, melyről azt tudom elmondani, hogy a karcagi járásbíróság állami tulajdonba kerülésével kapcsolatos rendelet valóban a Magyar Közlöny 2020 évi 127. számában jelent meg, ahogy a kormány a karcagi járásbíróság állami tulajdonú ingatlanba történő elhelyezéséről döntött, és ennek érdekében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT közreműködésével gondoskodik az ingatlan tulajdonjogának egy független ingatlan forgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken az állam javára történő megszerzéséről. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam a karcagvárosi önkormányzat tulajdonában lévő épületet és a hozzátartozó ingatlant megvásárolja az önkormányzatunktól. Reményeink szerint hamarosan egy új épülettel gazdagodik a város, szépül a főtér. Amennyiben újabb információkkal rendelkezünk az üggyel kapcsolatban, arról is be fogunk számolni. Tájékoztatta televíziónkat Dobos László polgármester. Tájékoztatás az Akácliget gyógy- és strandfürdő szálláshelyeinek újranyitásáról. Örömmel tájékoztatjuk leendő vendégeinket és a tisztelt érdeklődőket, hogy a Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Által üzemeltetett Akácliget gyógy- és strandfürdő kereskedelmi szálláshely részlege a kemping, Karcagváros polgármesterének utasítása alapján és az előírt általános védelmi intézkedéseket betartva 2020. június 15 napjától újra fogadhat szálló vendégeket. Az Akácliget gyógy- és strandfürdő, valamint gyógyászati egysége az érvényben lévő jogszabályok enyhítéséig továbbra is zárva tart. Mi jelenleg a helyzet a város általános iskoláiban? A Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó tagintézményekben a Kiskulcsosi, a Kovács Mihály Általános Iskola és az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolai tagintézményben mi jelenleg is az online oktatás zajlik, amelyben a gyerekek és a pedagógusok egyaránt nagy aktivitással részt vesznek. De ugye egy iskolai életnek nem csak egy aspektusa van. A vészhelyzet, veszélyhelyzet ideje alatt végig dolgoztak a technikai dolgozók, az ügyviteli dolgozók, tehát az irodai munka az zavartalanul zajlott. A helyzetet kihasználva, ugye gyerekek nincsenek az iskolában, a karbantartók, illetve a takarítóink elvégezték a nagy fertőtlenítést rögtön a járvány kezdetekor, és azután pedig megkezdődtek a karbantartási munkálatok. Tehát amelyeket egyébként nyáron szoktunk elvégezni, azt most elvégezték. Gondolok itt a kisebb festésekre, a javításokra, ajtókilincs, ablak, lambéria, és még sorolhatnám, amelyre így most több idejük volt, és a gyerekek ugye nincsenek, és ők sem akadályozták ezt a munkát, illetve ők sem voltak így veszélyeztetve a munkákkal. Bizonyos alkalmakra be lehet most már majd menni az iskolába, ez hogyan alakul városunkban? Ugye a június 2-től lehet kis csoportos foglalkozásokat, vagy egyéni felkészítéseket tartani, elsősorban azoknak a gyerekeknek, akik úgy állnak bizonyos tantárgyakból, hogy szükségük van arra, hogy az évvégi érdemjegy az egy kicsit szebb legyen. Azoknak a gyerekeknek lehetőség van kis csoportos ilyen felzárkóztató foglalkozások megtartására, illetve azon gyerekek, akik felügyeletet kérnek, vagyis azon szülők, akik gyermekfelügyeletet kérnek, ők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Ebben az esetben is kis csoportokban kell elhelyeznünk a gyermekeket, figyelembe véve az iránymutatásokat, és így kell megszerveznünk számukra a napi 8-tól 16 óráig tartó gyermekfelügyeletet. Az elsődleges felmérések alapján mennyire van ezekre igény, akár az egyéni foglalkozásokra, akár mondjuk úgy, hogy a felügyeletre csak? Ugye az egyéni foglalkozásokat azt látjuk előre, hiszen tisztában vagyunk vele, hogy melyek azok a gyerekek, akiknek szükségük van egy kis felzárkóztatásra, hogy jobb legyen az évvégi bizonyítványuk. Ezeknek a szervezése folyamatban van, tehát azok a szülők értesítve vannak, hogy várjuk azokat a gyerekeket.
A tanulói felügyelet felmérése, tehát hogy kik kérnek, az most van folyamatban. Tehát ez vonatkozik a június utolsó két hetére és augusztus utolsó hetére a felügyelet, illetve az intézmények, az iskolák pályázhatnak nyári tábor szervezésére is, ami ugye július elejétől augusztus utolsó hetéig tart. Ha megfelelő létszámú gyermek jelentkezik, akkor fog az intézmény pályázatot benyújtani nyári táborok megszervezésére. Hamarosan közeledik a tanévég, amiről beszéltünk, hogyan fog megvalósulni a tanévzáró, és természetesen szorosan követi a ballagás. Az idei évben, ugye figyelembe véve a helyzetet, rendkívüli módon fogjuk megszervezni egyrészt a tanévzárót, a bizonyítvány kiosztását és a ballagást is. Egyeztetve a nevelő testülettel azt a módszert választottuk, hogy osztályonként be fogjuk hívni a gyerekeket az udvarra, természetesen a 2 méteres távolságot betartva, néhány jó szót szólva hozzájuk, és így fogjuk kiosztani a bizonyítványokat, hogy legalább így a tanév végén találkozzanak személyesen is a pedagógusokkal a gyerekek. A ballagást is hasonlóképpen fogjuk megszervezni, nem is ballagásnak nevezném, az is inkább egyfajta bizonyítványosztás, amikor behívjuk a 8-osokat, és ugyanígy kellő távolságban pár jó szó kíséretében megkapják a tarisznyákat, a kis okleveleket, jutalomkönyveket, és ezzel bocsátjuk őket útra. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!